Halálos közúti baleset történt ma dél és 1 óra között a Széphalom és Mikóházak közötti útszakaszon, az úgynevezett Regmeci egyenesben. A hegyközből Sátoraljaújhely felé közlekedő IFA típusú tehergépkocsi egyik kereke elszabadult, melynek következtében ütközött a vele szembe közlekedő szintén teherkocsival. Ez a jármű az ütközés következtében nekisodródott az IFA mögött haladó, szintén Sátoraljaújhely felé közlekedő személygépkocsinak. A baleset következtében a személygépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette. Bővebb és pontosabb információt holnapi híradónkban láthatnak a baleset körülményeiről.